Na, sziasztok! Kaptam egy elég érdekes levelet egy sráctól, és mondta, hogy olvassam már be a videóba, olvassam fel a történetet, és készítsek róla egy videót. Hát köszönöm szépen a levelet, lássuk! A gyilkos Casanova. Jó kiállású, kék szemei, szőke haja és elbűvölő modora, csak úgy vonzotta a nőket. A helyiek úgy ismerték, mint az egyik legrendesebb, legdolgosabb szomszédjukat, ki mindent megadott feleségének, amit csak azt kívánt, ezért sem értették, miért is kezdett az asszony kimaradozni esténként egy másik férfi társaságában. Emberünk csak ült otthon, s gondolataiba merült. Emlékek törtek fel benne dühítő, borzalmas tettekre késztető pillanatokról. Gyűlölte a nőket. Annyira gyűlölte őket, hogy nem bírta tovább. Elméje beborult, semmi más nem számított. Csak az, hogy megbosszulja a szebbik nemhez kapcsolódó sérelmeit. A falu lakosai úgy tudták, új csábítója megszöktette a csalfa feleségét. S messzire költöztek, hogy senki ne találjon rájuk. A magára maradt férfi házvezetőnőt bérelt fel az otthoni teendők elvégzésére, s lassan újra ismerkedni kezdett az újságban adott fel hirdetéseket. Özvegyember tartós kapcsolatot keres jeligével. Többnyire szerény körülmények között magányosan élő rokonaiktól elszakított lelkeket hívott meg otthonába, de a szomszédok mindezt csak egyszer, a legfeljebb kétszer látták. Az első világháború idején járunk, a férfi maga jelentkezett katonának, elhagyta otthonát a harctér kihívásaiért, s a ház kulcsait házvezető nőjére bízta. Mivel akkoriban hiánycikknek számított a benzin, egy helyi rendőr felajánlotta a hadseregnek a férfi tartalékait, melyről korábban már beszélt vele, s amit az nagy vádok hordókban őrzött lakhelyén. Bocsánat, csak köhögnöm kellett. Egy csapat katona a szomszédok kíváncsi tekintetétől kísérve neki állt felnyitni a felfedett hengereket, melyek azonban nem üzemanyagot, hanem sokkal vérfagyasztóbb dolgokat tartalmaztak. A férfi a volt feleségének, szeretőjének és az összes társkeresés céljából meginvitált hölgynek a hullája pihent bennük alkoholban tartósítva. Gyilkosokat sosem kapták el, azt mondják, miután megfojtotta és konzerválta áldozatait, valamelyes kielégült, bocsánat, hogy meglőttem a kamerát, és álnéven élt tovább, de azt sem tudják bebizonyítani, soha. Ezt a szörnyeteget Kis Bélának hívták, 1877-ben született egy magyar településen, feleségével, Máriával, 1912. februárjában költöztek a történetben szereplő faluba, Cinkotára, mely akkoriban még nem tartozott Budapesthez. Kis édesanyjához fűződő emocionális feszültségeire rátett még egy lapáttal Mária hűtlensége is, így alakulhatott ki benne egy kegyetlen vérszomjú a női nem képviselőivel kapcsolatban. Egyes helyeken azt olvasni, potencia zavarai voltak, s felesége szándékosan alázta még tovább azzal, hogy egész Cinkota előtt enyelgett egy másik férfival. A felszarvazott férj ezt már nem bírta elviselni, s hogy férfiasságát is megerősítse, öldösni kezdte gyűlöletének tárgyait. Miután kioltotta Mária és szeretője életét, előre megfontolt gyilkossági szándékkal kezdett ismerkedni. Többnyire cselédlányokat invitált még Cinkotai házába, s egytől egyig mindegyikük spórolt pénzét megszerezte, majd hideg vérrel csendesen profi megfojtotta őket, egyenként alkohollal töltött bádok hordókba zárta a tetemeiket. Mivel szakmája bádogos volt, senki sem gyanakodott a ház körül gyarapodó hordókra, még a rendőr is elhitte, Kis
benzintartalékokról szóló meséjét. Egyes források 7, míg mások 23 halálos hordóról írnak, melyekben az egyetlen férfi szerető testén kívül az összes Kis Bélánál, azaz álnéven Kis Hoffmannál vendégeskörű nő huláját megtalálták. A hivatalos katonai jelentés szerint az első igazán ismert magyar sorozatgyilkos 1915-ben hunyt el hadifogságban, tifuszban, ám állítólag számos alkalommal látták őt még 10 évvel bejegyzett halálát követően is. Van, aki szerint új személyazonossággal megszökött a francia hadseregből, s Amerikába ment felejteni. Apropó Amerika. A tengeren túlon és Európa szerte hatalmas kultusz övezik Kis Bélát, kinek vezetékneve és története beindította a művészek fantáziáját. Egy magyar kékszakál, kinek családi neve angolul azt jelenti csók, és ilyen erősen élt benne a csáberővel kombinált hosszú ágy. Csak érdekes lehet, ez bizonyítja az is, hogy nem csak könyvek, képregények és dalok íródtak róla, hanem több zenei formáció is viseli a nevét. Ha szeretnétek még ilyen történetet, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Én Johnny voltam, köszönöm szépen a történetet, egyébként még lehet nekem küldeni ilyen sztorikat a bonteve@hotmail.com-on, Instagram, Facebook, e-mail címen megtaláljátok a videó alatt a leírásban, írjátok a kommentet, ha tetszett, lájkoljátok, ha nem tetszett, akkor ne lájkoljátok, hanem iratkozzatok fel, meg fikázzatok, úgyhogy ha tetszett, akkor like, és akkor írjátok meg, mert szívesen várom még ilyen sztorikat, mert nekem is tetszenek, érdekesek. És akkor csinálok róla videót. Facebookon is tudtok élni, szoktam mostanában elég sok információt, képet, videót, fájlokat megosztani a Facebookon, meg az Instagramon, úgyhogy nyugodtan kövessetek be, és akkor több dolgot megtudtattok rólam. Úgyhogy találkozunk a következő videóban. Sziasztok!